Kómár Gyula szobrot avattak Budapesten. A professzor a modern állatorvosi sebészet megalapítója volt, emellett igazi magyar hazafi és hős is, mondta az Állatorvostudományi Egyetem rektora az ünnepségen. Sótonyi Péter emlékeztetett, Kómár Gyula 1956-ban a végsőkig kiállt a hallgatósága mellett, 57-ben pedig a professzori karból egyedüliként arra kérte őket, hogy egy perces néma felállással emlékezzenek elhunyt vagy külföldre kényszerített társaikra. Legyen ez valamennyi hallgatónak és valamennyiünknek példakép, és bízom benne, hogy ez a kampusz, ez a kert, ez a szoborpark ezzel a 24. szoborral még inkább példázza azt, hogy ide érdemes hazajönni.